Mondjuk a strand felől gyakorlatilag egy monstrumot fog jelenteni igazából a jelenlegi viszonylag eldugott, környezetbe illő, organikus Makovec által tervezett épület helyett. Szentendrén vagyunk. Ez az út, az autóút vezet be a belvárosba, ami nagyon közel van ide, voltaképpen ez a belvárosnak, a történelmi belvárosnak a kapuja. Mögöttünk az épület Makovec Imre tervezte, ez valamikor a kaszinó volt. Ezt a telket magántulajdonban lévő telek már régóta, most megvásárolta egy beruházó pár hónapja, amelyik toronyházat szeretne építeni. Mivel nagyon közel van a Duna és az egyetlen szabad strandja a városnak, ezért lokál patrióták, helyi képviselők is berzenkednek az ötlet ellen. Többen mondták, hogy annak örülnek, hogy például ez a romos épület eltűnik, hogy ez rendezve lesz, annak viszont nagyon nem, hogy félnek tőle, hogy ez a közösségi tér, ez nagyon nagy csorbát szenved, nem lehet majd használni az egyetlen strandot, mert akkora épület egy monstrum ráhúzódik az ingatlanra. Onnan kezdődik a történet, hogy itt lesz egy gát, amögött lesz egy 50-es parkoló, és akkor itt lesz egy irodaház, meg rá szögben hajlóan van a tervekben a másik. A kerítésen túl is? Vagy? És ez a terület, igen, ugye a gáttól, a jelenlegi gáttól még egy méterre, és körülbelül olyan magasságúra fog megépülni, mint az a fa ott mellett. Ez egy szentendrei székhelyű energiakereskedő cégcsoport, nagyon nagy adófizetői a városnak, tehát megbecsült polgárok mind késavajon mentek át a terveik. Igazából méltatlanul kevéssé ismertek az országos médiában ez a cégcsoport a Szajeb nevű, mert több tízmilliárdos árbevételük van, pár napja nyertek el egy közbeszerzést 1 milliárd forintért például, és sok önkormányzatnak energiát szállítanak, például Szentendrével is volt ilyen szerződésük. A tulajdonosok neve jobbára nem ismert egyelőre, de az biztos, hogy vannak olyan kapcsolódásuk, amik oda vezetnek, mint például a nemrég még Garancsihoz köthető MET, illetve van olyan kapcsolata, ami elvezett Dunakanyarba érdekelt Fidesz közeli vállalkozókhoz is. A zöld területe a belvároshoz kapcsolódóan a Postástrand, a Papsziget, ahova szintén terveznek beruházást, és ennyi. Maximum 3 épületet emelhetnek, most a tervek szerint 2 irodaház épül, megemelkedik minimum 3 méterrel a építhetőség, illetve a terület beépíthetősége 10%-kal, és a zöld terület talán pont emiatt a zöld területek 25%-ra csökken majd be. Thank you.